mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Áldással és közös imával kezdődött szombaton a Szent István Görög Katolikus Gyermekvédelmi Központ gyermeknapi rendezvénye a Székesfehérvári Bregyó Közi Sportcentrumban. Az intézmény dolgozói évről évre ilyen módon igyekeznek kedveskedni a lakásotthonokban vagy nevelő szülőknél élőknek és szüleiknek. A munkatársaink nagyon sokat dolgoztak rajta, hogy egy örömteli, felhőtlen szórakozást nyújtó napot biztosítsunk a gyerekek és nevelő szülők számára. Ez nagyon fontos az alkalom, azt gondolom, mert kell, hogy a gyerekeknek is legyen egy kimozdulás, a szülőknek is egy ilyen ünnepi alkalom lehet az, ahol együtt szórakozhatunk, együtt nevethetünk a gyerekekkel. A szervezők legfontosabb célja ilyen alkalmakkor nem a hit átadása, hanem a közösség kovácsolás. Ezt pedig a családok is így gondolják. Törökné Szilágyi Szilviának saját gyermeke nem születhetett, most két iskolás kislányt és egy óvodás fiút nevel. Mint mondja, szeretik kihasználni az ilyen alkalmakat. Mi szívesen veszünk részt, mi mindig jövünk minden rendezvényre, úgyhogy szeretünk ilyen rendezvényekre járni, mert jó programok vannak, meg egy összekovácsolja a gyerekeket, meg megismerik egymást, akik a hálózatban nevelkednek. Az egyháznak fontos, hogy oda tudjanak állni azok mellé, akik valamiféle nehézséggel küzdenek. Ezt már Spányi Antal megyés püspök mondta nyitó beszédében, aki hozzátette, könnyebb a kereszteket elviselni a hétköznapokban, helytállni akkor, ha kaphatnak a családok olyan élményeket, melyek az életet gazdagabbá, szebbé teszik. Mi azt szeretnénk, görögkatolikus egyház, aki ennek az egész intézményrendszernek a fönntartójait Fejér megyében, és mi, akik mellettük állunk, és mint testvérként egyek vagyunk velük, szívből azért dolgozunk, hogy ezek a gyerekeknek a napjuk, az életük legyen minél vidámabb, minél több napfényt lássanak, nem csak a szó fizikai értelmében, hanem lelkileg, szellemileg is, és így erősítsük őket az életben, segítsük őket a mindennapokban. Mészáros Attila alpolgármester megköszönte a nevelőszülők és az intézményekben dolgozó szakemberek áldozatos munkáját, a köszönet jeléül pedig az önkormányzat ingyenesen biztosította a rendezvény helyszínét. Nagyon hálásaknak kell lennünk azoknak a szülőknek, akik vállalják, hogy akár saját gyermekeik mellett vállalnak még nevelőszülői feladatot, vagy éppen nem lehet gyermekük, és akkor nevelőszülők lesznek, hogy ezt a feladatot ellátják, hiszen egy nagyon fontos feladatot teljesítenek azzal, hogy nem kell bizonyos gyermekeknek gyermekotthonba élni ahhoz, hogy családban tudnak növekedni. A családokat sok mosoly, zene, tánc és színes programok várták a nap folyamán. Volt bohóc, bűvész, trambulin, készségfejlesztő játékok, íjászat és célbadobás, de kitelepült a tűzoltóság és a katonaság is. A bográcsokban pedig önkéntesek főzték a babgulyást mindenki örömére.